A balatonakali tábor idén is várja a vendégeket, ennek kapcsán beszélgetünk a következő percekben. Köszöntöm a műsorban Diófási Gabriellát, a Klauzálház igazgatóhelyettesét. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök a meghívásnak, hogy akali táborról egy kicsit informálhatom a nézőket. 1964 óta fogadja a kerületieket a balatonakali tábor. Egy picit a beszélgetésünk elején mutassuk be, hogy most milyen a terület, hogyan kell elképzelni, aki esetleg már nagyon régen járt arra felé. Hát én azt gondolom, hogy a táborunk ez egy gyönyörű, közel 4 hektáros ősfás parkban található tulajdonképpen. Két részre osztanám a tábort. Az egyik a családi üdülésre apartmanok találhatók a tábor területén, illetve maga a diáktábor, ami a csoportok fogadására alkalmas. Az elmúlt években, az elmúlt 5 évben azt mondom, nagyon sok fejlesztés volt a táborban, tehát gyönyörűen megújult a környezet. Egy picit még retro, azért a hangulata megvan, de azt gondolom, hogy most már teljesen megfelel a 21. századi követelményeknek. A tavalyi évben, illetve tavaly előtt, tehát 2 év alatt a 7 darab családi apartmanunkat teljesen kicseréltük, tehát vadonatúj faházak találhatók. Az apartmanok fürdőszobával, minikonyhával felszereltek, IKEA bútorral, igényesen berendezettek, úgyhogy amióta üdülnek a családok nálunk, ebben a 2 évben csupa pozitív visszajelzést kaptunk. Ugyanez elmondható azt hiszem a diáktáborról is, feszített víztükrű medencénk van, konyhánk megújult, a faházainkat is rendbe tettük, kifestve, függönyökkel, ágyneműkkel felszereltük. Úgyhogy mostanában azt hiszem elégedettek a táborozóink is akaliban, és szívesen jönnek. Kik azok, akik mehetnek? Előnyt élveznek a kerületiek esetleg, és hát gondolom a kerületi intézmények is iskolák. Igen, minden kerületi lakos 10%-os kedvezménnyel veheti igénybe a tábort, a családi üdülőről beszélek most apartmanokban, illetve ugyanígy a csoportos üdülősnél is ez él. Ezen kívül a kerületi iskoláknak szervezünk minden évben akali táborozást. Ez azt jelenti, hogy étkezést, szállást, pedagógus felügyeletet, sőt utazást is szervezünk nekik. Heti turnusokba jönnek a kerületi iskolák, és ennek fix ára van, 34.700 forint a 7 napos nyaralás. Tehát vasárnaptól vasárnapig jönnek a gyerekek teljes ellátással, bőséges ebéddel. Igazán csupa pozitív volt eddig még a visszajelzésünk a konyhára vonatkozóan is, mert ugye itt hozzáteszem, hogy itt a gyerekeknek jól kell lakniuk, tehát nincs az, hogy otthon, ha nem ízlett az ebéd a menzán, akkor jól lakok. Itt mindenkinek a tábor területén kell jól laknia. És azt gondolom, hogy ez a 34.700 forintos ár a 7 napra utazással együtt, ez egy nagyon kedvező, önkormányzatilag támogatott ár. Most mekkora a táborozási kedv? Először az iskolákat említsük meg, hogy ugye most ezen a héten éppen kinyitottak az általános iskolások alsó tagozatai, de ugye a felsősök még nem. Hogyan vettétek fel a kapcsolatot az iskolákkal, az intézményvezetőkkel? Megvan-e már hirdetve esetleg? Tudtok-e már olyan iskoláról, akik már lekötöttek esetleg egy-két bizonyos hetet? Hát a tavalyi év tapasztalataiból kiindulva, ugye most a COVID helyzetre gondolok, tavaly is felkészültünk a táborra, de a diáktábor részen az iskolák ott már nem tudták megszervezni a csoportokat, tehát tavaly évben csak 4 iskolánk volt, aki kerületi iskola táborozott. Az idén pont emiatt, hogy erre felkészüljünk, már februárban elindítottuk a táborfoglalást, tájékoztatót szerveztünk pedagógusokkal, tehát már megtörténtek a foglalások. Olyan 70%-os most a diáktábor,
Ugyanezt elmondhatom az apartmanoknál is, a családi apartmanoknál is a foglalás. Diáktábor turnusoknál van, ahol már szinte telt házasak vagyunk. Tehát én nagyon bízom benne, hogy most május 15-től, vagy május 10-ével már a középiskolák is visszamennek, és hogy akkor lesz idő még arra, hogy mindenki megszervezze, és ténylegesen tudjanak jönni a táborba. Vannak speciális intézkedések? Esetleg a táborban, hogy hogyan készültek ugye a koronavírus helyzetre. Tehát, hogy mi mindig ebben élünk, ugye tavalyról már gondolom egy-két tapasztalatot ti is gyűjtöttetek. Igen, biztonságos a táborunk, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tavaly nem volt nálunk covidos megbetegedés, hiszen nagyon sok gólyatáborban azért ez előfordult. Nálunk is vannak gólyatáborozók, tehát nem csak a kerületi iskolák, hanem kerületen kívül iskolák is vannak, és Szegedi Egyetem gólyatábora, győri gólyatábor volt nálunk, és nem volt egyáltalán megbetegedés. Ezért mindent megteszünk, tehát állandó orvosi ügyelet van a táborban. Érkezéskor a diákok is tájékoztatót kapnak, minden üdülő vendégünk tájékoztatót kap a COVID intézkedésekről, és hát ezt szigorúan be is tartjuk. Fertőtlenítő pontokat helyeztünk ki, idén is, tavaly is minden tábor fertőtlenítve van, tisztítva paplanok, párnák, takarók, tehát ozonos fertőtlenítés folyamatosan, tehát mindent megteszünk a táborozók biztonsága érdekében. Mutassuk be azt, hogy esetleg Balatonakaliban és a környéken milyen látnivalók vannak, aki még esetleg kacérkodik a gondolattal, hogy ide, itt nyaraljon. Hát Balatonakali egy nagyon aranyos kis település, nagyon hangulatos, és gyönyörű strandja van, és még talán annak ellenére, hogy az egyik legszebb strand az északi parton, még nincs az a zsúfoltság talán, ami a balatonfüredi strandon esetleg, vagy máshol. Tehát egy nagyon szép strand, tavaly még fel is újították a csúszdát, úgyhogy remélem idénre már el is készült, úgyhogy ezt nagyon szereti mindenki. De hát a Balatonfelvidék gyönyörű helyszínekkel bír, és hát nagyon sok kiránduló lehetőség van. A parton ott van Tihany, Balatonfüred, a felvidéken a Hegyestű kirándulóhely, közel van Veszprém, Nagyvázsony, tehát nagyon sok programot lehet szervezni, ugyanúgy a csoportoknak, mint ahogy a családoknak is. Hogyha valakinek kérdése maradt, és valamilyen platformon szeretné felvenni veletek a kapcsolatot, akkor hol teheti meg, hol tájékozódhat részletesebben? Hát nagyon szeretnénk, hogyha minél többen jönnének, tehát a szabad helyeinket szeretnénk nyilván feltölteni. Várunk csoportokat, nem csak az iskolákat, hanem akár tréningekre, csapatépítő tréningre, kerületi intézményeket is. Nekik utószezonban 25% kedvezményt tudunk még biztosítani. Ezen kívül edzőtáborozókat, vagy bármilyen tematikus táborszervező csapatot is várunk. A családi üdülőbe pedig minden vendégnek örülünk, aki jön. A honlapunkon tudnak tájékozódni, tehát a klauzálház.hu honlapon, a társintézmények füllet, hogyha lenyitják, akkor ott található Balatonakali honlapunk tulajdonképpen, ahol minden információt megtalálnak, árakra vonatkozóan, foglalásra vonatkozóan. Perti Csanita kolléganőm az, aki fogadja a telefonokat és a foglalásokat, ő intézi. Köszönjük szépen a tájékoztatást! Nagyon örülök, hogy itt lehettem és elmondhattam. Köszönöm szépen én is!